Sziasztok, kicsomizók! Én Kiki vagyok, és már egy rózsaszín dobozzal érkeztem. Már nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy mi lehet benne. Lessük is meg! Nagyon izgi! Alig várom. Ú, de szépek ezek a labdák! De nagyon kíváncsi vagyok a borítékra is. Vajon ma mi lehet benne? Nézzük! Milyen a bevásárlótáskád? Hogy milyen? Pusztítóan jó! Elég szlej! Képzeljétek el egy vászontáskát, amire minden olyan cucc rá van matricázva, amit nagyon szeretek. Csocsótól és Mimitől kaptam. Ők csináltatták még az egyik szülinapomra. Már egy csomószor megdicsérték különböző boltokban, hogy mennyire menő. Imádom. Csak nem túl nagy, mindig kell mellé egy másik is, nem? Ja, persze. De hát tele vagyunk már vászonzsákokkal amúgy is. Képzeld el, szinte már egyáltalán nem használunk bolti zacskót. Anya szerzett ilyen kis zöldséges vászonzacsikat is. Tök menő az egész. De jók vagytok. Nálunk ilyen kinyitható ládák vannak a kocsiban, és a kosárból mindig egyből abba szoktuk tenni. Bár apa néha elfelejti betenni a kocsiban. Akkor bedobunk egy papírzacsit is a kosárba. Jó, hát az nálunk is előfordul. De hát tök jók ezek a zsákok amúgy is. Eszembe se jut már a műanyag zacskóért nyúlni. Mondjuk azért akkor jól jönnek, hogyha valami folyósat viszel haza. Kicsomizók, nektek van saját bevásárló zacskótok? És milyen? Írjátok meg a közösségi fülön! Vajon mi lehet a labdák alatt? Én már látok valamit. Vajon ez mi lehet? Nagyon kíváncsi vagyok. Assza, ezek barbis jégkrémek! Én még ilyet nem is láttam! Azt a mennyire menő és mindenféle ízesítésben! De jó! Azt a... jégnyalókák! Tehát tudjátok, ilyen jégkrémes cuccok, amiben ilyen folyadék van, és be kell tenni a mélyhűtőbe. Azt a de jó! Mínusz 18 Celsius fokon, és 10 darab van benne, mindegyikből 2. De jó! Nincs benne laktóz, és semmiféle színezőanyag. De menő! Hát ez nagyon szuper! És mindenféle gyümölcsös ízű. Van dinnye, smoothie, eper, kóla, és még tropikál is. De jó! Itt van a folyamat, hogy hogy kell. Fel kell rázni, be kell tenni a mélyhűtőbe, utána pedig tudjátok, csak el kell vágni a tetejét, és igazából utána csak enni kell, és élvezni. Ez nagyon szuper, de jó. Imádom ezeket, és hát barbis, hát ez kicsomisztikus. Itt vannak az ízek, amiket már az előbb felsoroltam. Ezt figyeljétek, mennyire menő! Hát ezen rajta van, hogy milyen kukába kell dobni. Sárga, tehát ennek a csomagolása a műanyagba lesz majd való. Így, ki is nyitom. Azta, mennyi? Ez a 10 darab, ez rengetegnek tűnik. Ki is veszem őket? Ígyni, mindet. Szuper. Azta. Na de most. Ehhez a szirupphoz tök jól jött a műanyag. Hiszen folyékony. Csak az a fontos, hogy utána a hulladékot jól kezeljük. Összehajtom, hogy minél kisebb helyet foglaljon el. És mint az ábra is mutatja, mehet is a sárga kukába. De jó! Ez nagyon szuper! Látjátok? Még egy csomó minden ide fér. Na ezért kell összehajtogatni. Szuper! Itt van az összes jégkrém. Itt van például a kólás. Ez nagyon tetszik nekem. Az összes csomagolásom más Barbie van. Ez például a kólás. Nagyon menő. Itt van, ez például ilyen fekete-barnás színű, mint a kóla. Itt pedig újra rajta van,
maga a folyamat. De ezt már láttuk. Oké. Ez pedig a tropikál. Nagyon jó. Ezen is egy teljesen más Barbie van, és ennek már ilyen narancssárgás a csomagolása, mivel ugye az inkább passzol erre a nyári feelingre, tudjátok. Most pedig az epres jön. Imádom ezt a Barbit. Annyira jó, és mennyire passzol az epreshez. Ez itt a görög dinnye ízű. Tök jól mennek a Barbik az ízekhez. Most teljesítjük sorba a lépéseket. Először is megrázom. Jó erősen, ezt írják. Na de most mehet a fagyasztóba. Tadám! Látjátok? A felét lefagyasztottam. Ez pedig még nem. De se baj, egyszer majd ennek is eljön az ideje. Hiszen mindenképp megmutatom majd Miminek és Csocsónak is. Ú, de jó jeges és hideg. Ebben a nyári melegben ez nagyon jól jön. Na bontsuk is ki. Elvágom itt a tetejét ollóval. Barbis ollóval természetesen. Most pedig már csak ki kell nyomni. És ehetjük is. Ú, de jó jeges. Ú, de jól néz ki. És majdnem olyan türkis színe van, mint a papíron. És milyen jó illata van, dinnyés. Hát ez nagyon jó. Azért elég hideg. De hát ez ilyenkor nagyon jól esik, ilyen melegben. Nagyon finom. Fú, de jó íze van. Szuper. Na, még egyet. Jöhet az epres. Csak óvatosan, nehogy fagyifájásom legyen. Ú, de jó. Ennek is milyen jó színe van. Na, kóstoljuk csak meg. Ú, de jó. Imádom az epres fagyikat. Nagyon finom. Egy kicsit hideg, de nem baj. Az íze kárpótol. Szuper. Ú, de jó. Azta. Ez a smoothie is ízesítésű. Na, kóstoljuk csak meg. Ez a legjobb. Talán ez ízlik a legjobban az összes közül. Hú, de jó volt ebben a nagy melegben. Még azért kettő vár rám. A tropikálos és a kólás. Ezeket pedig majd máskor megfagyasztom. Így elrendezgetem. Hát ez kicsomisztikus volt. Sosem ettem még ilyet, és soha nem felejtem el. Jó volt kipróbálni. Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, és írjátok meg a közösségi fülön, hogy melyik a kedvenc jégkrémetek. Sziasztok! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!